És most jöjjön az a műsor, amit még a legkeményebb férfiak sem vesznek félvárról. Egy műsor, ahol a vendégek mindig őszintén beszélnek. Az FM90 Campus Rádióban jön az apamonta.hu. Kimondatlan érzések az apaságról, történetek a gyermeki rajongásról, a hétköznapok teendőiről. A mikrofonnál Porkoláb Gyöngyi. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Önök az FM90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorát hallgatják. A mai adásnak számomra egy rendkívül különleges vendége van. Szemben ül velem egy Kossuth és Jászai díjas színművész, szinkronszínész, parodista, nagyapa, édesapa. Na, nagy-nagy szeretettel, és tényleg tisztelettel köszöntöm a stúdióban Gávölgyi Jánost. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy elfogadtam meghívásunkat, hiszen nyilván egy ilyen utazás azért senkinek nem könnyű, különösen ilyen téli időszakban. A felkomfort ugye nem hallja János, hiszen ezt a műsort előzi meg, de hogy a hallgatóknak is, illetve egy kicsit összefoglalva, hogy az apamonta.hu című műsor egy olyan generációs műsor, amely megpróbál bizonyos mintákat bemutatni, történetek, élmények, érzések révén, úgyhogy beszélgetünk a vendégeinkkel. Ugye van egy sor olyan minta, amit lehet, hogy szakemberek leírnak, mi meg nem tudjuk, csak megéljük, vagy esetleg a gyerekünkön, unokánkon veszük észre, hogy valamilyen módon azt követi, és hát a tudatalattinkban ezek élnek tovább. Itt a bemutatásnál, a felsorolásnál megemlítettem, hogy rádiós műsorvezető is. Az FM 90 Campus Rádió idén 20 éves. Ó, gratulálom. És köszönjük szépen. És azért gondoltam, hogy egy kicsit kezdjük már azzal a beszélgetés, hogy János szereti ezt a műfajt, mi meg szeretjük sokszor hallgatni azt a megközelítést, ahogy a vendégeivel beszélget, hogy mit gondol, mi ma a rádiózásnak a csíziója, ha lehet ilyet mondani. Miért szeretjük még mindig csinálni, hogy régebben ugye háttér és kiegészítő médiaként működött a rádió, de ma valahogy újra lehet azt mondani, hogy kezdjük felfedezni, vagy így van ez? Hát az nagyon csúnya dolog lenne, és nem akarnék semmilyen rádiót megbántani, hogy néha a rádióban értelmes mondatokat lehet hallani. Ellentétben ugye a szemmel, amit a televízióban nézünk, tehát a szemrágó, mi a televízió. Én a rádiót nagyon szerettem, és én amikor elkezdtem úgymond rádiózni, ez a régi-régi időkben volt, a Petőfi Rádióban, de maga még akkor nem ilyen Györgyi. Hétfői kívánság műsor volt, 2-től 5-ig, aztán 2-től 6-ig, és Takács Marikával vezettünk több mint 10-valahány éven át, ami élőadás volt, és én ezt nagyon szerettem az élőadásban, ami elhangzik, ami rossz, tehát az ad egy plusz feszültséget. Visszatérve a kérdésére, én szerintem nálunk reggeltől estig szól a rádió, egy bizonyos rádió szól, kocsiban nekem mindig szól valami, tehát legyen a zene, leginkább már elnézést, komoly zene szól, de nem vagyok egy Wagner rajongó, szóval nem arról az, hogy lejövök, és akkor meghallgatom a harmadik emeletről közben persze a Tannhauset. Én szeretem az értelmes emberi beszédet, már ahol az ember találkozik, és hol találkozhat vele a rádióban. De nem tudom, nem mindenkire van igényre. Én azt látom, a fiatalokra erre semmi igény nincsen, mert nyomogatják a telefonjukat, ami nem baj, mert ők a kor gyermekei, a telefon meg az ő gyermekük, mert úgy bánnak velük, és közben zenét hallgatnak. De én nem tudom, hát ez lehet, hogy korosztály kérdése. Nem tudtam válaszolni a kérdésre. De szerintem igen, és egy kicsit inkább azoknak a hallgatóknak, akik színházból, filmekről és más helyről ismerik Jánost, hogy ugye ez egy bizonyos rádiónál, ami online formában is hallgatható, egy olyan beszélgetős műsor, ahol több vendége van én Jánosnak. És azt használom, hogy semmi politika nincs benne, igen? Tehát én politikával nem foglalkozom ebben a műsorban, különben sem, amit se hajszik, hanem az más az emberre foglalkozik, a politika. Ugye? Körmendi János kollégám, akit én nagyon szerettem, tiszteltem, nagy mondása volt neki, 10-20 évvel ezelőtt azt mondta, hiába nem gondolsz a mindenkori pénzügyminiszterre, az mindig gondol rád. Tehát lemész reggel a közéletbe, és már gondolt rám, nevedbe lehet helyett, azt sem tudom, most ki a pénzügyminiszter. Szóval mondom, hogy hiába nem, mert a politika foglalkozik velünk, sajnos. Én úgy érzem, hogy abban a műsorban fiatal kollégákat szeretnénk, mert elvették tőlünk a rádiót, színészektől, tehát én nekem életem nagy részében rádió délután azt rádiójáték. Elvették a televíziót. A televízióban nem látok más, csak politikusok beszélnek. Általában ugye ez a 4-5 politikus beszélget össze-vissza, és azt hiszik, hogy minket érdekel, hogy ők mit beszélnek. Tehát nincs tévéjáték. Igen. A filmen 4-5 ember kollégám van, vagy nem kollégám van éppen. Úgyhogy, és a színésznek, és nagyon kedves volt, amikor felsorolt, hogy szinkronszín.
ilyen a szinkron színész, ilyen a büdös életben nem volt, ezt kitalálták, rengeteg kollégám van diplomával, akiknek nincs munkájuk, és közben lettek szinkron színészek. Uh-huh. Hát olyan is, aki lábszínész, vagy fülszínész, nem ez egy szinkron színész. Hát erről fogunk beszélni, ez egy érdekes egyébként maga a szinkron szakma. Tehát ugye különösen... Igen, de régen a Páger Antalokkal, én a Bulla Elmával álltam egy mikrofonet, a Mádi Szabó Gáborral, a Bicskei Tiborral. Tehát a szinkronban a legjobb színészek voltak, és most pedig azok vannak, akik sehova nem jó, nem akarok. Tisztelt a kivételnek. Igen. De diploma nélkül, és akkor később akartam volna ezt a témát, de most, hogy szóba hozta ezt a minőséget, ha lehet így fogalmazni, hogy tapasztalható ma esetleg egy kicsit ilyen színész fast food termelés, fogyasztás, nem tudom minek nevezni, hiszen ha most említettük ugye a televíziókat, ahonnan valóban a tévéjátékok szuszint kikoptak, és amikor egy régi ilyen jellegű tévéjátékot lát az ember, akkor oda tapad a képernyőre. Igen. Aztán a rádióban ugyanez, de hogy ez a tévénél különösen érzékelhető, és egyébként egy-két színházban is, hogy végzettség nélküli színészek, ami zárójel, attól nem biztos, hogy tehetségtelen pontosan valaki. Erről van szó. De hogy valahogy ez tényleg egy ilyen furcsa időszakát éli most. Főleg a kereskedelmi csatornáknál elindultak ilyen sorozatok, ahol úgymond natur szereplők vannak, és nem tudom miért. Nekem rengeteg fiatalkor, én egy rajongó típus vagyok. Én például most a Keresztes Tamástól, aki mindig elmondok neveket, de már nem fog nevet mondani. Itt végzett az Adi Gimnáziumban. Hát akkor külön gratulok. Szóval nekem például csak most őt mondtam, egyik nagy kedvencem. Az Őrült Naplója, amit a Keresztes Tamás, de sorolhatnám az Ötös Andistól kezdve. Rengeteg fiatal kollégám van, akik nem tudnak hol megmutatkozni. Mm-hmm. Ha csak nem mennek el bogarat enni egy őserdőbe, mert akkor talán fölfigyelnek, mert akkor sem fogják tudni, hogy milyen jó este a színházban, mert nincs lehetőség megmutatni. Visszatérő az én rádió műsoromra, hogy én próbálok fiatal kollégákat bemutatni, amennyire egy rádió alkalmas. De miután hangjuk van, csak a rádióban arcok nincs. Az én korosztálynak baromi mázlink volt nekünk, hogy én egy héten nem voltam háromszer tévéjátékban, vagy az én korosztályom béliek, azt mondtuk, hogy mi van, üldöznek minket, vagy ma. Úgyhogy... János meg is kapta néha, hogy túl népszerű, igen, ugye? Igen, arca, egy szerencsés korszak volt az, hogy akkor készültek tévé, és szerencsés korszak volt, bocsánat, hát egy televízió, tehát néztek volna helyettem mást. Akarják, kapják. Parodistaként is tevékenykedett, de szerintem ebbe is mindjárt belemegyünk. Ott annak kapcsán meg azon gondolkodtam, hogy sok területre lehet azt mondani, hogy amikor ilyen vicces dolgot csinál valaki, az olyan könnyűnek tűnik, ugye? Közben emögött egy nagyon-nagyon komoly minőségi munka kell, hogy legyen egy kicsit, és nem a bohóc szerepével azonosítva, hanem például a cirkuszban, bármennyire is úgy tűnik, hogy a bohócnak olyan könnyű szerepe van, ott nagyon-nagyon komoly artista olyan minőségbeli kompetenciákkal kell rendelkeznie. Ez hogyan működik, amikor valaki parodistaként lép mondjuk a színészi pálya mellett sokszor egy ilyen terepre? Hát még egy mondatra visszatérve, a bohóc nekem az a művészet csúcsa. Uh-huh. Ugyanis amíg az ember, ezt már talán mondtam, de hát ezen büszke vagyok, amikor okosokat kitalálok, hogy az ember megkapja a Hamletet, hogy öt felvonáson el lehet ottan játszani, hogy mi van apámmal, meghalt, nem halt. Uh-huh. De egy bohózban olyan 3 perc alatt kell neki bejött, és 3 perc alatt kimegy, és 3 perc alatt kell sikert csinálnia. Uh-huh. Visszatérve arra, hogy tehát a hülyeskedés az egy egészen más kategória. Uh-huh. Az, hogy az ember meg tudja nevetetni az embereket, az egy isteni adomány, én szerintem. De ez nem úgy elképzelendő, hogy az ember reggel föl kell, és én magam nevetgélek reggeltől estig. Én nekem ez valami olyan adottságom, amit nem tudom, mostanában már, hogy itt a vége felé jár a pálya, hogy gondolkodtam, hogy megtanulni, vagy nem tudom, ezt nem nagyon lehet. Ez egy adottság volt nekem a torkomban, meg a fülemben, meg a elhivatottságom, hogy én gyerekkorom semmi nem akartam, csak színész, tehát hogy én tudtam parodizálni. Szokták mondani, hogy egy poént felépíteni sem olyan egyszerű, ó, ugye? Nem. Hogy ez, mi kell ehhez, János, hiszen azért annyi ilyen volt, és azért nem csak a Gávölgyi Showban, meg egy-két ilyen műsorban, ami, hogy a poén felépítés az ugyanúgy egy képesség, ugye? A poén tírozás egy képesség. Amit lehet tanítani. Kell hozzá ritmusérzék, de egy poént felépíteni például, de hogy a színhab
padról beszélek, Molnár Ferenc, aki a világ egyik legnagyobb bírója volt, ő kitalálta például azt is, hogy van egy poén, most leírva mondom ezt a poént, és utána még rátesz egy mondatot ugyanattól a szereplőtől, hogy abba bele ne beszéljenek. Tehát én mindig, amikor azt mondják, hogy könnyű műfaj, hogy egy darabot 300-szor játszik az ember, nekem több ilyen darabom volt, az a poén, annak 300-szor el kell csattanni úgy, hogy nem lehet, hogy azt mondom, hát ma nem rossz közönség volt. A ritmus kell hozzá, azt meg kell tanulni, hogy amikor nagyon nevetnek, amikor már majdnem leért a nevetés, ha egy görbén megrajzolnám, akkor kell megszólalni, fönt kell beszélni, nagyon kell artikulálni, annyi mindent lehetne tanítani erről, nem nagyon tanítják különben. Uh-huh. Én nekem olyan iskolám volt, hogy a főiskola előtt én fölléphettem Debrecenben, a Nagyerdőn, egy kocsmában, nem csak Debrecenben, hanem Debrecentől kezdve az ország bármelyik jelentősebb kulturházában, színházában, Színházban, ahol meg kellett tanulnom a szakmát. Tehát egészen más föllépni egy vidéki kocsmában, mert voltak kocsma fellépések, ahol visszaszólnak az embernek, beledumálnak, arra reagálni kell. Tehát ez egy olyan rutint adott nekem, amit főiskolán nem tanítanak, nem is fognak, mert nincs, aki tanítsa. Igen, ez egy teljesen más téma, de ez való igaz, hogy tanítandó dolog lenne egyébként. Igen, mert egy fiatal kolléga elkerül egy vidéki városba, ahol egy mindennevű színházba kerül, ahol kéne játszani operettet. Ugye hát én magam is, amikor én bekültem a főiskolát, azt mondtam, hogy soha, na hát aztán ilyet, hogy kabaré, meg humor, meg minden, nagy drámai színészek. Fiatal kolléga elkerül egy vidéki városba, vidéki színházba, bemutatják a Csárdás királyba, ő lesz a Bóni, ahol poénokat kell mondani, de azt ő nem tud. Azt, hogy édesanyám meghalta, azt tudja, de kéne pedig. Ezt meg lehetett régen tanulni kollégáktól, de már kihaló félben vannak, vagyunk. Ami engem izgatna a János életútjában, az az, hogy ha jól tudom, akkor elsőre nem vették fel a színművészeti főiskolára, és akkor elment fotót tanulni, illetve a... Kemigrafus fénykép, ez nyomdai fényképészre tanultam, igen. Megnéztünk volna közelről régebben egy újságban egy fényképet, azok pici pontokból álltak össze, vagy nemzett Moari raster, pontokból. Raster pontok, de ez Moari, igen. Aha. Na minden lényeg az, hogy az egy újságban megjelenő fotók, ábrák, nem tudom, ilyeneket készítettünk. És akkor megismerkedtem Keleti Évával, aki nagyszerű csodálatos, fotós, igen, de. Színházi fotós, és az Istenet esőt nagyon sokáig, hiszen még fiatal, mert 90 éves az Éva, és akkor én vittem utána a táskát, csak az ugye színház közelébe lehessek. Igen, egyébként a sajtófotó kiállítás sok az ő nevéhez kötődnek, ha jól tudom, az is, hogy vidékre elkezdték bemutatni, bizony. Na szóval ez csak az, annak apropóján jutott eszembe, hogy tényleg egy generációs műsorban ülünk, hogy nem veszik fel a fiatal Gávölgyi Jánost a színművészetire, elmegy egy másik helyre, aztán persze próbálkozik még egyszer, meg persze közben történik más, hogy a szülei mit szóltak ahhoz, amikor az volt, hogy oké, nem sikerült ez a színművészet is felvételi. Volt bármi iránymutatás, bíztatás, honnan kapta János az újabb lendületet ahhoz, hogy akkor újra megpróbálja a színészetet. Hát egyrészt, hogy... Kellett volna nem megpróbálni, de hogy... Én nem akartam semmi más lenni, tehát nekem olyan természetes volt, hogy Madách gimnáziumba jártam, fölvesztek a főiskolára, elszalad ez a 4 év, és a Madách színház tagja leszek, hiszen beszámítják, hogy én már eleve a Madách jártam, de nem így történt. Nem, hát fölvettek, és én mondtam otthon apáméknak, apámnak, anyámnak, ugye apám tisztviselő volt, édesanyám ápolónő volt, hogy hát nincs semmi probléma, megyek én vidékre, és akkor hallottam a Petőfi Sándor, hogy az ilyen vándorszínész volt, meg a Megyeri, akiről írt verset is, és akkor vidéken leszek, ott hirtelen egy délelőtt majd fölfedeznek engem, és akkor... De a Petőfi korán meghalt, az nem lett volna jó azt a pályát követni. Hát az követ, igen, nem érdekelt, ilyen részlet kérdés, hogy mi volt, amíg aztán elkezd verset írni, az már az a része. Szóval, hogy én jelentettem apáméknak, hogy megyek valahol a vidékre. Aha. És apám mondta, hogy nyugodtan mehetek vándorszínésznek, bármi, csak hát haza már akkor nem nagyon, mert akkor ők nem, arra nem gondoskodnak, hogy eltartsanak, akkor tartsam el magam. De még egy veszély volt, a katonaság, mert akkor még volt kötelező katonaság, na azt meg végképp nem akartam, és akkor apám azt mondta, hogy fiam, valami szakmát tessék tanulni, hogy az a színészet, az lehet, hogy nem is fog neked összejönni soha, de legyen a kezedbe szak. És akkor így mentem el én nyomdai fényképésznek, amit én el is végeztem, és nem vittek el katonák, tehát ez volt a lényeg, hogy 2 évig tanultam, aztán fölvettek, és akkor még arra jött a 2 évre 1 év gyakorlati idő.
az alatt az egy év alatt volt nekem, hogy már fölvettek, de még nem indult el a főiskola, rengeteget szerepeltem, és aztán fizettem a honvédelmi adómat. Hát 1800 forintos fizetésemből 3 évig támogattam az országot, úgyhogy lényeg az, hogy ez volt, hogy ne vigyenek el katonának, de a másik ez volt, hogy, hogy valami tanul, tisztességes szakmám legyen. Nem volt az, nem hogy, volt. Hogy eltiltottak volna, vagy támogattak volna, és aztán jött a ki mit tud, ugye, akkor volt egy büszkeség, meg minden bennük, és akkor ez úgy elindult. A színészet nem indult el maga annyira. Na most a ki mit tudon, ott parodistaként mutatkozott be. Én versmondóként akartam bemutatkozni. Csak? Hát, mert előtte én nyertem országos szavaló versenyt, meg mindent, és azt mondták, ott egy nagyon kedves nő azt mondta, Gál, vagy elvtárs, meg így hívtak, hogy annyit versmondó van, nem tud valami mást. És én tudtam színészeket utánozni. Mi az a legfiatalabb kori olyan emlék, amikor arra emlékszik, hogy utánzott valakit, hiszen ez néha óvodás, iskolás korban már vannak, megmutatkoznak elejjelnek. Magányos gyerek voltam, és akkor haza kellett menni rögtön az iskolából, és a Füles című volt egy márkai füles újság, benne volt, hogy hogyan kell készíteni bábokat. És szombat esteként hallgattuk a rádió kabarét, mert nem volt más, ültünk varázsszemes rádió, és akkor hallgattam, benne volt egy Kabos László nevű bácsi, egy Rátonyi nevű, egy Kellér Dezső bácsi. És ezeket hallgattam, és akkor hazamentem, egyedül voltam otthon, anyám még 5 óra után jöttek haza, és elkezdtem bábozni. Úgyhogy én magam bartam kesztyűs bábot magamnak, és akkor láttam fényképet, hogy a Kellér Dezsőnek nagy füle van, azt megcsináltam krumpliból, és nagy fület csináltam, azt tudtam, hogy a Kabos Lászlónak vörös a haja, az egy répa volt. De most az embernek két keze van, és az egyik kezemben elkezdtem így beszélni, ez egyik. És hasonlított arra szombaton, amit én hallottam, hogy ez a bácsi, az így beszélt a Kellér. De egyetlen. Két kezem elkezdett különböző hangon beszélni, csak azt én észrevettem, hogy ez majdnem úgy olyan má, mint a Kabos László. És akkor ez így alakult ki bennem. De én soha nem gyakoroltam, se nem próbáltam. Ez valami adottságom volt. És akkor 12 éves lehettem, írtam egy levelet Kabos Lászlónak, hogy hallgasson engem meg, és akkor elmentem a Vidám színpadra, meghallgatott engem, kaptam egy tábla csokit tőle, megsimogatta a fejemet, és azt mondta, hogy nagyon tehetséges. De azt vártam, hogy ott este már fölléphetek 12 évesen, de nagy csalódás volt. Nem. Sőt, nem néztem meg az előadást sem, mert akkor még komolyan vették, hogy 16 éven felüli. De hát én csak akkor egy ilyen biztatás után, hát hogy ne lett, hát biztos, hogy színész leszek. Aztán azért volt a nagy csalódás. Szóval így alakult ki nekem, és visszatérve meg a Kimitudra, előtte volt egy Arany János évforduló a szakmunkás tanuló képzőben, és akkor megkért engem a tanárom, hogy olvassak fel aranyballadákat. De én szégyeltem magam, nagyon szégyeles voltam, magnetofóra olvastam föl, és a magnószalag másik oldalán, amikor ilyen magnószalag volt, vízből a Velszi bárdokat felolvastam színész hangon. Ugye ez dramatizálva van már, hogy Edvard király majd egy mesélő, megszólal a király, megszólal a három bárd, és akkor Rajz János, Horváth Ferenc, Keleti László, és baromira sikere volt az osztályban Meszleje. És azt mondtam, hogy én elmondom a Velszi bárdokat. És akkor hát ott kalapácsoltak 600 kígyóbívből minden, és akkor a zsűri már majdnem elaludt, és azt mondta, mondanám a szereposztást, és akkor a Velszi bárdok szereposztás, nem akarom nyújtani a történet, volt a Arany János Velszi bárdok, középdöntőben elmondtam a Cyrano ormonológiát, az már 17 hang volt, két sorrendként váltva, és a végén a Karint így írtok tét. Így lettem én paródista. Nem tudtam, mi az, hogy paródistát, azt mondtam, hogy eszik vagy isszák. Tehát gyakorlatilag ott született meg a Ki mit tudon az, hogy... A Ki mit tud elő. Hát az, hogy az ezt így meg lehet, ezt így, szóval, hogy így valaki föllépett ezzel a mutatványával, volt, aki fütyülni tudott, vagy trombitát a hónaljával. Én meg tudtam színészagokat utározni. Na, mert hogy azért párhuzamosan ment, mert volt egy jó színészével válni, és jó szerepeket. A főiskolai le, azt mondtam, ugye? Soha nem is lehetett parodis. A főiskolán föllépni se lehetett, és akkor elindult az én színészi pályam a Táliába szerződtetett Kazimir Károly, és akkor azt mondtam, hogy hát szó nem lehet erről. Szilveszteri műsorban egyszer kimaradt valami, fölhívtak, hogy Gál, vagy te voltak ilyen színész paródiát, mert nem emlékeztek nagyon rá, tehát utcán mentem, a szőke srác, nem tudták a nevemet, hogy voltak, te tudtál ilyen színészeket, mondom, igen, tudod azt még? Hát mondom, mondom, a bicikliát tudtam, igen, és akkor fölfedeztek meg én parodistát. Mennyire működik a spontaneitás, vagy inkább a tudatosság az életében? Most a színész életemet kérdezi, vagy pedig hát a... Különbözik egyébként ez a... Hát hogyne. Ott nagyon tudatos az, ahogy... Én szerintem én szeretem, dolgokat. Ha igen. Az ad egy keretet, vagy rendszer? Hát inkább? Nem, mert én a színpadon borzasztó
fegyelmezett vagyok, amíg a Jóisten megsegít engem, hogy én 180 vagy hány, nem megvettek a matematikát, hogy hány fokban látok. Tehát a színpadon én nagyon-nagyon többfele tudok figyelni, amit például nejem. Én tudok most én beszélgetni, de közben tudnék valamit írni, és közben hallgatnék valami zenét. Szóval, hogy ez megint csak egy adottságom nekem. Az életben pedig én... Ezt irigyelnék azért sokan, mert hogy inkább a nőkre mondják, hogy háromféle dolgot is tud egyszerre csinálni, hogy figyelni. De biztos ez megint csak adottság, nem azért, mert ilyen zseniális pali vagyok, így születtem, mint egy gyors olvasó képességem is van, de a másik pedig az, hogy az életben én nekem nagy álmom volt, hogy megyek az utcán, megismernek, hogy és elájulnak az emberek, hogy fekszenek, mi van, meglátták a gár, hogy itt. De amióta ez megadatott, nincs bennem. Én nem, tehát én 7-től 9-ig vagyok színész, aztán én nem szoktam úgy menni, jönni az életben, hogy én vagyok a, nem tudom én. De így ezt a tudatosságot, vagy spontaneitást egy kicsit akár a témaválasztásoknál is gondolom, hogy például a Gávölgyi Showban lehetett látni néha bizonyos paródiákat, vagy lehetett más műsorokban látni olyat, amiben az ember kereste, hogy a gyakorlatilag a mindennapok, tehát az utca, ott feküdt az utcán. Nem. Azt azért tudatosan rakt össze. Nézze, amikor ez átment a RTL-t. Nem, már van ilyen, csak azért mondom, már mindjárt beszélünk róla, hogy a stand-up-pal kapcsolatban, ami meg mindennapokban ott van egy-egy téma, fölveszi, ezeknél azért egy kicsit más volt a szempont. Nem, mert amikor az embernek havonta kell 30 percet gyártania, ezt egyedül nem megy, és akkor ez úgy ment, hogy ugye van a szerkesztő, és akkor én már kaptam egy megszűrt anyagot, és azt mondom magának, hogy egy stósz papírból ült a rendező, gyártásvezető, ültünk nálunk, stáb értekezett, mondom, gyerekek, ez úgy rossz, hogy van, ledobtam, ez rossz. Ez na, rossz, tehát ez akkor János ebbe bele tudott szólni, vagy hát egyébként közös munka volt. De várj, és akkor azt mondtam a rendezőnek, akinek volt egy stopperóra, mondom, a meglévő anyag hány percnél tartunk, aztán 14, de hát akkor még kellett 14-hez, hogy 30 legyen, mondom, várjátok egy picit, lehajoltam a papír. Hát mondom, gyerekek, ez azért nem olyan rossz, a végét át kell írni, na, mert hogy állunk? Hát még kéne 8 perc. Melyik most? Na most eltúlzom a dolgot, hát nem ennyire, de hát 30 percet már nem lehet, tehát nem voltak. A paródiákat pedig, hát készült egy nagyon jó sorozat Magyar Influencerek címen, és kiderítették, hogy gyakorlatilag a Királyi Televízió műsorait én majdnem, mióta én vagyok, léteznem, majdnem az én munkásságomon keresztül végig lehet követni. Tehát most a Rózsa Gyuri kapcsolta, ami által a Juhász elődve. Tehát voltak miről paródiákat, tudtam kikről, voltak valakik. Most nem akarok megbántani senkit, mert senki nincsen. Nincs miről, tehát nincsenek olyan műsorok, nincsenek személyiségek. Ilyetve úgy néz ki, hogy van, mert mindegyik képernyő vibrál. De nincs igazándiból. Igen, ezt pont a napokban beszélgettünk erről, hogy ez tudatos dolog, hogy például nem nagyon tud az ember felidézni olyan arcokat, karaktereket, nagyobb a rotáció is, de hogy nem tud kialakulni az, amit most Takács Marikát is említettük itt a műsor elején, hogy egyszerűen voltak, és egy tudatos építkezés volt az a kapcsolatban is, hogy nyilván a néző az ragaszkodjon, akarja nézni, ott legyen az én ez megszűnt tulajdonképpen. Én azt hiszem, már csak Észak-Koreában van egy ilyen idős asszony, aki híradót vezet, vagy kilőttek egy atombombát, de a műfaj megszűnt, tehát az, hogy tévében mondani valaki, hát most nem akarok, és nem mennék bele, de közszolgálati tévében, hogy arcot nem látok, műsort se látok. Volt egy olyan csatorna, az M3, ahol lehetett látni színészeket, tévéjátékokat, azt meg megszüntették. Van most egy olyan sorozat, amiben ön is szerepel, ugye? Igen. Amit az én 6 éves keresztlányom nagy-nagy rajongással követ. Keresztlány. Milyen egyébként a mindennapokban ezt forgatni? Tehát, hogy mi nézők persze látjuk azt az oldalát, de hogy ott benne lenne, ez ugyanolyan jó hangulatú, ugyanúgy, ugye? Igen. Tehát, hogyha valahogyan életszagú az egész. Nagyon örültem neki, mert ez pont a pandémia, már meg volt beszélve, hogy ez lesz, de valahogy úgy akkor indult el tulajdonképpen. Hát egyrészt, hogy dolgozhatott az ember, másrészt úgy vigyáztak ránk. Tesztelve voltunk 3 naponta, szkafanderbe jöttek hozzánk, és kollégák, ami régen természetes volt, amit már a beszélgetésünk elején mondtam, hogy az ember elment a rádiópagodába. Hát 7 délután nem lehetett leülni, mert ott volt a Szabó Családtól kezdve a Magyar Színház Élet krémje. Egy tévéforgatáson, a tévébüfében nem lehetett leülni, mert ott voltak a csodák körülöttünk. De hát mitán nincs kivel találkozni. Na most pandémia is volt, és akkor együtt lehettünk, meg volt miről kollégákkal beszélgetni, és nagyon jó, és azt, hogy vigyáztak ránk, és szerettek minket. Ez olyan dolog, tudja, mint amikor nyaralunk, hogy most ugye szünet van ebben a
a forgatási részben, igen, és hiányoznak. Szóval a lengyel felé, ja, akivel én, telefonálunk egymásnak. Szia, hogy vagy, nem több. Minden, amikor nyaralás vége, majd figyelj, Gizi, akkor írunk, add meg a telefon. Aztán soha nem találkozunk, de jó újra találkozni. Ugye az elején említettem, hogy van két nagy lánya, felnőtt lánya, és hát van három unoka, igen, mind a három fiú, ugye? Ha igen, 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 tudom, igen. Hát nem rajtam múlott, mert én lányos voltam mindig. De az teljesítve is van, ugye, a két lány. Igen, 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 igen. Ők mennyire követik nagyapának a munkásságát? Nem tudom. Most nagyon álszerénynek tűnt, de tényleg nem volt soha, de lányemnás, hogy lábújegyen jártak, mert apuka hazajött a híres nagy színés. Nem, ez soha nem volt. Nem. Nem is nagyon érdekel. Magyar értelme nem érdekel, hogy hát a színház, amiket én játszom, azok nem nekik való. De az a Gávögyi János, aki megjelenik ugye az ember előtt, és tényleg mosolyra vagy derűre fakad az embernek az arca, hogy mondjuk az unokákkal az ember csak játszik, vagy csinál ilyesmit, vagy egy nem. Meg ugyanúgy, mondjuk ezt nekem ugyanígy mondták az én urológus apukám, hogy mondjuk a vacsoránál ők beszélgettek édesanyámmal szakmabéli dolgokról is, ugye műfordító a felesége Jánosnak, tehát hogy ugye az ember azt gondolná, hogy ha meg nyilván nem a színházról, de hát hogy valamiről a vacsoránál csak volt szó, hogy ragad hát a gyerekekre. Nincs vacsora. Nincs vacsora. Hát nincs vacsora, mert én játszom. Unokával találkozni, ugye egy unokával, tehát a kisebbik lányommal élünk együtt egy házban, de hát nem, tehát teljesen leválasztva élünk egymástól. Amikor én megyek el a színházba 5 óra, akkor ő akkor battyog éppen haza. Igen. Én amikor azok fél tizedikor, én már bőven alszik, amikor reggel 7-kor elmegy, én még alszom, tehát nem nagyon találkozunk. Maradnak az ünnepek, ami egy nagy egyeztetés, hogy mindenki ráérjen meg. Nálunk mondjuk a karácsony ez 2-3 napot tud csúszni, de egy születésnap az van, hogy egy hetet, két hetet csúszik ide-oda, hogy ki mikor ér rá. Talán amikor a Kossuth díjat megkapta, akkor utána azt mondta, hogy nem is tudja, hogy hol van, még igazán kezébe se vette úgy rendesen, hogy az egyik unokája. Igen, igen, és ő fedezte fel, például, hogy ki lehet nyitni. Ha ő nem piszkálja, mert nagyon mérges lettem, hogy még meg se kaptam, és már ha nem piszkálja, akkor nem tudtam, hogy ez egy ilyen nagyon szép, ki lehet nyitni, és abban benne van egy maga a levél, tehát van egy igazolvány. Tehát most már visszakerült akkor valahogy, most már tudjuk, természetesen, úgyhogy az egy nagyon nagy dolog volt nekem. Hát az is mindenki tüntetésem, hála Istennek. Hát azt az embernek bármennyire is azt mondják, hogy ezeknek a díjaknak így, vagy úgy kinek milyen módon van jelentőség, azért ennek van, és nem csak akkor, hanem talán most a jelenben is? Nem, az embernek lelkiismerete van, tehát én tudom, hogy soha semmit, egy lépést nem tettem ezért, nem adták ezt olyan könnyen, de mindig van. Hát én nagyon jászédélyes akartam lenni, ezt lehet, hogy elmondtam, vagy valahol most megjelent, és nekem nagyon nagy tanításom volt, hogy amikor a másodszor nem kaptam meg a Jászegmár díjamat, Kazimír Kári, aki nekem osztályfőnököm, majd igazgatom volt, felhivatott, látta, hogy lógó orra megyek, azt mondta, mi baj van? Hát mondom, úgy szerettem a Jász, veszte, ki volt írva a plakát, ugye? Azt a Puskán maga a Kabos Gyulát nagyon szereti, ugye? Mondom, igen. Mondja meg nekem, a Kabos Gyulának milyen kitüntetései voltak. Hát, mondom, semmilyen. Na, figyelj rám, apuskám meg a Kabos Gyula akar jön lenni, és ne jársz egy díjas. Na most ez egy olyan jó mondat volt, hogy minden, amit én kaptam, és most nagy kép leszek, van 20 kitüntetésem, állami, nem állam mindenféle, hogy ez mind nekem egy plusz ajándék volt. Halhatatlanok társaságának tagja. De nem haltam bele. Nem hallott, volt kollégám, aki hirtelen olyan beteg tud lenni, ilyen február tájékon betegszenek meg. De sűrűs tüdő, minden, nem akarom mondani se. És amikor túl vagyunk rajta, megkapta hirtelen meggyógyul, ha nem kapta meg, nehezebben gyógyul 2 héttel, de minden el. Na most ez a betegség engem, ez távol volt tőlem, úgyhogy én nyíregyházi születés vagyok egyébként, és ugye Debrecenben van villamos, Nyíregyházán nincs villamos, és ez a villamos dolog, ez nálunk annyira érdekes volt, ez ilyen visszatérő sztori volt, de hogy ha jól tudom, Jánosnak is van egy története arról a villamosról, ami nem úgy nézett ki, mint a mostaniak, ugye amire fel lehetett kapaszkodni, és ha jól tudom, egyszer egy tényleg életveszélyes helyzetbe került, amikor bekerült a... Édes történetet, drága anyámmal ére nem így emlékeznek. Az még olyan gyöngyi, hát akkor maga egy villamos szakértő, de ezt nem láthattam, nem láthatod ilyen villamos, hogy ez még olyan volt az ajtaja, hogy egy rács volt, amit így föl kellett húzni, és be kellett így akasztani. Meg azon kapaszkodtak ugye a végén, ez nem? Nem. Másik. Maga arra az ütközőre gondol, amin utaztak nem. Fiatal koromban, de nem, azt én nem csináltam. Nem, ez olyan volt, hogy a hátsó peronon, meg az első peronon, tehát egy ilyen rács volt, amit így föl, minden, amikor a gyereknek lezárják, most nem vagy kutyának, hogy ne menjen át. Igen, tudom. És az ha
át kellett akasztani, és akkor ez nem volt átakasztva, de föl volt húzva, tehát meg volt csak szorulva. Akkor felszálltunk anyukámmal, anyukám elfordult, hogy vegye jegyet, én rákönyököltem erre, és ami? Úgy, hogy volt, ez lecsapódott, és kigurultam a menővillamosból. Ez valahol ott az oktagon tájékán történt. Én baromi mázlin volt, így emlékszem, hogy így van az én fejemben a film, hogy összehúztam magam, de még valahol horzsolta a fejemet a villamos széle, mert ez még mi nem lecsöngették a villamos, de miután volt egy svájci sapkám, és mondom, ki fogok én kapni, hogyha nem lesz meg, amikor már megállt a villamos, elkezdtem négy kezlet keresni, de jött a másik villamos, aki nem számít, hogy egy gyerek fogott mászkálni. Ez nem volt ez édes történet ennyire, úgyhogy ez volt ez a villamos története. Igen, veszélyesebb történet. Igen. Előttem az utódom, avagy mennyire esett messze az alma a fájától. Ez az apamonta.hu, az FM 90 Campus Rádióban. Ma, János, mit adná át a fiatal generációnak, hogy miben rejlik az a tisztelet, vagy az az emberi méltóság, amit mi valahogy várunk másoktól, vagy a környezetünktől, hogy mi megkapjunk. És hogy az időről időre az ember ezen elgondolkodik, főleg amikor olyan folyamatok, vagy helyzetek vannak, amit Európában is lehet látni. Ez, amikor az ember elér egy bizonyos kort, akkor megkérdeznek dolgokat az embertől, mit mondana, mit üzenne a fiatalságnak. Ja. Adi Endre az üzent egykori iskolában. Az, hogy üzenni mit, én a példát tudom mondani, hogy az ember megpróbál úgy él, vagy úgy cselekedni, hogy akit érdekel és le tudja venni azokat a bizonyos dolgokat, amik számára beépíthetők, azokat leveszi valakiről. Ha van neki olyanja, nejemben beszélgettünk, az én apósomat úgy hívták, hogy Rodolfo. Hogy én rengeteg mindent tanultam, és most ugyancsak egy beszélgetés riport kapcsán, egy TV riport kapcsán beszéltünk erről, hogy mindig megkérdezi, mit tanultam tőle, és mindig elmondom, hogy én például, ha hiszél nem, a magyar kártyát sem ismerem. Tehát nem tudom, mi az alsó, nem tudom megkülönböztetni. Tehát ezt én nem tanultam. Azt mondtam most is, hogy jó ember volt. Azt mondták, hát ez jó ember. Mondja meg, mi az, hogy jó ember volt. Én apósomtól gesztusokat tanultam meg, tehát ő azt például, hogyha valaki beteg volt a családban, a szakmájában egy artista leesett, és azt mondta apósom, hogy már amikor én voltam a Gálbögyi, te menjél be rögtön a kórházba, esnek látogass meg. Nem mondom, apuka, de miért? Aztán lássák, hogy a Gálbögyi, eljött ez az ember, ez. Most nem akarok a magyar egészségügyről, meg a protekcióról, meg nem tudom miről beszélni, a gesztusról akarok csak beszélni. Az, hogy apósom támogatta, adott ide pénzt, adott oda pénzt, ahogy én is, soha nem tudták meg, hogy ő kit támogat. Nem egy házakra, és nem tudom, mikről volt szó, adott embereknek, hogy ezeket a jókat úgy kell cselekedni, hogy azt nem kell plakátra tenni. Uh-huh. Most majdnem beleszaladtam egy aktuális mondatba, nem fogok beleszaladni egy aktuális mondatba, csak a plakátokra jutott eszembe. Uh-huh. Nem kell kitenni azt, az ember vagy megtapasztalja, vagy nem. Szóval én üzenni nem tudok semmit az én ilyenre világon. Gondoltam, nyilván nem konkrét üzenet, de ezt nem is kell, hogy az ember már rátforduljon mondjuk a B oldalára, amikor felelőssége mondjuk gyerekei iránt, hogy tényleg mi az, amit át akarunk nekik adni ezzel kapcsolatban. Az ember úgy élt, akkor úgy élt, azt hogy valamit. Igen. Ha az ember vacakul élt, akkor hiába akarnék most azt leültetném a két lányomat, a drága gyermekeim, szeressétek a hazát. Hát ilyeneket, és amikor az ember ezt ilyet lát, akkor nevetségesség velük, mert tudom, hogy nem úgy élt. Megváltozik-e, ahogy az ember érik az élete folyamán, hiszen amikor 20-25-30 éves, él bele a világba, akar egy karriert építeni, tényleg az emberben az a fajta dolog kialakul-e, vagy változik-e, hogy miként szemlélünk arra, hogy egymás tisztelete, egymás iránt igen. érzett emberi méltóság, mert azért ez bizonyos értelemben változik, ha csak most arra is gondolunk, hogy a fiatalok tele vannak például környezettudatos szemlélettel, aszerint próbálják a családalapítást, a gyerekvállalást, tehát egy sor dolog olyan értelemben megváltozott, és én értem a válaszából, vagy ki is hallom, hogy persze, hogy ezek a minták azok, hát ez a lényeg. Hát az ember öregszik, és tapasztaltabb lesz, és higgadtabb lesz, és másképp lát dolgokat. Akár beszéltünk valóban erről is, csak amikor azt látom, például az én dorka lányomék nagyon komolyan veszik a szelektív együttest. Igen. Én megmondom őszintén, és akkor most nem leszek álságos, én nem veszem ennyire komolyan, amely lehet. És amikor azt látom, kiteszik a kukát, és egy másfél hónapig kinnál a kuka, mert nem viszik el, akkor azt mondom, hogy édes lányom,
igen. Nagyon kedves tőletek, de hát nem kéne valahol a másik oldalnak is valamit tenni. Ez. És akkor az embernek ilyenkor bizonyos dolgoktól elmegy a kedve, de az ember öregszik és bölcsül, akkor azt mondja, igen, azért nekem meg kell tenni ezt a lépést. Aztán majd talán ők is meg fogják tenni a másik lépést. Ez olyan, mint a tánc. Ugye kezdtük itt a rádió műsorral, és most azon gondolkodtam, hogy talán olvastam pont a rádió műsora kapcsán, hogy ugye politika nélkül, hogy a kultúra, a színház kerül a középpontba. Milyen módon jut el ma az a kulturális tartalom, ami akár színházon keresztül, vagy máshol szándékszik, hogy közvetítve legyen, akár kicsit településekre. Szóval az, amit ilyen furcsa szóval szoktak mondani, hogy a kultúrához való hozzáférés, és annak az útja is megváltozott. Azt a bizonyos rendet, amiről beszélünk, azt például nem lehet hallani, de itt nem eszembe sem lehet hallani. Tehát ez a része, ez nem jut el sehova. Nagyon sok minden nem jut el sehova. Legyenek azok hírek, rádiójáték, nem tudom én mik, a kultúra nem jut el sehova. De még színház, de színház mondjuk, aki akarja, az megkeresheti. De valóban én ezt nagyon nagy bajnak és bűnnek tartom, és mondtam, hogy én nem politizálok ezekben a beszélgetésekben. Az a borzasztó, hogy az ember mindennel politizál. Te én azt mondom, hogy önön most miért van zöld ruha, és megnyomom a zöldet, és miért van ott egy piros gomb, és az miért sárga, akkor azt mondom, ezek most miről beszélnek. És ezt én borzasztónak tartom. És azt tartom borzasztónak, hogy miért nem beszélhetnék a zölddel, a pirossal, a kékkel, a sárgával. Azt tartom borzasztónak, hogy nem beszélünk egymással. Én bárkivel tudok beszélgetni, csak ezek a beszélgetések és ezek a dolgok nem jutnak el se, vagy ebbe adjon nekem tanácsot, és akkor megkérdezem, hogy ezek a beszélgetések miért nem juthatnak el sehova. Hogy a úgynevezett, én megmondom őszintén, amikor megyek haza a rádióból, akkor az legyen a reklámhelye. A Kossuth rádiót szoktam hallgatni, megyek a rádióba, de a színházból fél tíz körül este, a rádiójátékot hallgatok, és olyan jó hallgatni. De hát ez csak abban a sávban, a Kossuth rádió lehet hallani, este vártam én mi között. Miért nem lehet délután hallgatni? Beszélgetünk itt generációkról, mintákról. Én pont azért gondoltam, hogy ez egy olyan téma, mert hogy a különböző Spotify, podcast, YouTube és egyéb tartalmakon keresztül megint, hogy megváltozott ilyen értelemben egy picit. Mindig a fiatalokról beszélünk. És közben. De hát vannak idős nénik, bácsik. Hát nem, hogy a Spotify-t nem hallották szegényeket. Igen, hát azt se tudják. De meg kell mondanom, amikor éreztem bizonyos rádiót, amikor megszűnte, és mondom, hogy lehet hallgatni. És akkor azt mondták, hogy bekapcsolom a mosógépet, a mosógépre előtte rákötöttem a ventilátort, majd a hajszárítót, földugom a nem tudom hova, és akkor talán bejön. Hát ezt ne kívánják egy idős, egy de hozzáadjuk a rádiót. De ne kívánják azt, hogy nekem legyen ügyfélkapum, mert én például ez abszolút nem értek. Tehát ha nekem nincs nejem, meg nincsenek a lányaim, engem rég bilincsbe verve, nekem fogalmam nincs semmiről. Hát honnan lehet tudni egy idős, most már nem mondok évszámot, hanem már nem merek mondani. Tehát egy idősebb néni, drága, kedves koleanyó valahol vidéken ül, és akkor azt mondja, el kell neki, nem tudom én, számolni a számítógép, számoló vagy a tabletjén. Gondoljunk bele, hogy én ott tartok, és most elmondom, mekkora bunka vagyok, hogy azt mondta, kérdezték, van Facebookod? Mondom, a Benedek Mikivel készülünk venni, de csak egy akkorát, ami úgy befér a garázsba. Nekem nincs Facebookom. Én meg tudom nézni, van tablettám, vagy tablet, meg tudom nézni a híreket, és meg tudom borzasztó, de Google-ba beírom, hogy nem tudom én, kis Jenő, és akkor fantasztikus dolog. Eddig jutottam, de ezt nem lehet megkívánni emberek. Tehát János olvas kézbe vett újságot, az nagyon hiányzik neki. Nekem annyiból hálás vagyok a mostani kornak, hogy régebben naponta vettem 4-5 újságot, ma most egy újságot veszek, és ezzel letudtam mindent, de én tudok meg hogy mondjam, igen, meg heti lapból megveszek, nem tudom, 3-at, de igen, de én szeretem, én a könyvet is, a drága Ungvári Tamás, akit én nagyon szeretem, tiszteltem, mindig mondom, hogy kérdezni, hát ez egy könyv, mondom, de Tamás, értsd meg, hogy én sem tudom olvasni. Veszek egy könyvet, én hülye, én megszagolom. Igen. És szeretem lapozni, és nem tudom megszokni. De lehet, hogy kénytelen leszek megszokni. Hát én emlékszem, nagyon a lányaim kicsik voltak, elmentünk Hollandiába, és mániám volt, hogy akkor vegyünk hanglemezt. Nem láttunk se a hanglemezt. Mondom, nem baj, drágáim, akkor majd veszünk magnókazettát. Azt se árultak már, hanem ilyen
négyszögletes lapos tányérokat árultak. Hát mondom, na ilyen aztán nekünk nem lesz, CD vagy mi a bánat. Aztán már is magnók az ette már CD is megy ki a divatból. Most beszéltem, hogy néztem egy autót, azt mondták, ebben már nincs semmi, hanem MP pendrive-omat oda betek. És akkor, ha nem tartok lépést, akkor nem tudom, csiholom még a követ. Sőt, de bakelit lemez, az meg jön vissza divatba, és, hát és horror áron. De igen, van, csak ugye... Nekem megvan egy gyönyörű, olyan lemezgyűjteményem van. És megvan a lemezjátszó is hozzá? Vettünk egy lemezjátszót, két évvel ezelőtt kaptam egy lemezjátszót, igen. Most csúcs. Nagyon őszinte leszek, nem, azt mondtam, nem szoktuk föltenni, mert egyszerűen bedugom. De milyen jól néz ki egyébként, az jól része, néz ki, nem? És ahhoz megváltozott, fölgyorsult az idő, hát az ember nézze a televíziót, ilyen klip lett minden ilyen, és a színház, az életünk minden ilyen igen, gyors váltásban, ez biztos, hogy így van. Kicsit említettük még a szinkront, mint azt igen. mondta Jens, hogy hát nincs ilyen szinkron színész, de hogy rengeteg olyan karakterhez adta hangját, ami persze hát egy szinkron munka, ugye az ember áll egy stúdióban, nézi, tényleg ez így van, hogy kivetítőn nézi a filmet, vagy ott már nem így van. Na, egy kicsit ebben avassam már be a hallgatókat, hanem hogy rengeteg olyan rajzfilm figurát találtam én, amiről így gyerekként nem is gondoltam, hogy Gálvagy János a hangját, és most így megnéztem a listát, hogy azok között volt kedvenc hát egyébként. Hogyne. Hát volt például hát egyrészt a nagy rajzfilm generáció, tehát igen, a Dargai Attila, Lepőska, Ternovszky, Jankovics Marcell, Foki Otto, ezekkel együtt lehettem, és majdnem mindegyiket én Dargaival, mi nagyon személyes jó barátságban voltunk. Az Erdőkapitánya című Dargai igen. film, ez a Dorka a Dorka. Azt ott nálunk rajzolta meg a Dorka medvét, a Dorkáról még már. Na, lényeg az, hogy aha. Én ezekben mind benne voltam, de hát például a Pompom meséiben, ugye, ami a Sajdik fantasztikus igen. találmányai, a ugró radír, meg nem tudom igen. én, ez mind én voltam, és akkor ezeket ki kellett találni. Festéktüsszentő hapci hát bennő például, az is én, de annak igen. milyen hangja van. Hát én nem hát, tudom. De csináltam én Gusztávot is, ahol nem volt konkrét szöveg. A rajzfilmnél... A Brekkencs, nem volt akkor volt igen, a legkisebb ugrifüles, igen, Pampalini, úgyhogy ezeket én nagyon-nagyon szeretem. De épp két nappal ezelőtt, mert készül egy könyv, ahol beszélek mindenféle, és a szinkronban megnézték, valami 199 filmben, nagy filmben voltam szinkronszínész, és ami nem tudom, 6 millió rajzfilmben voltam hang. Én nagyon szerettem, és azért dühített ez a szinkronszínészet, mert akkor valóban, ahogy mondta Nyagyi, hogy akkor volt egy nagy vászon, volt színészvetítés, ahol leültünk előtte egy héttel, cigaretta, kávé, megnéztük a filmet, elmondták ki a gyilkos, ki a rabló, ki a jó ember. Most meg ennél kis, ennek a negyedémnek, ennek a stúdióban bemegy az ember, tojás tartókkal van kibélelve, vagy a hangok ugye le, igen. kap egy fülhallgatót, és egy ekkora tabletten nézi, és hallgatja az eredeti szöveget, és akkor gyorsan rá kell mondani. Én ezt nem is azt mondtam, hogy én ezt nem tudom, és akkor megvakulva kimegy az ember, reggel 8-szor ezt csinálja. Akkor vannak ilyen szinkronszínész kollégák, saját izéjük van, fülhallgatóik van, hogy ne fertőzzék egymást, jön, bedugja. Nem, ez már nem az. És néha olyanok is a hangok, tényleg tisztelt a kivételnek. Volt már nagyon jó film, amit nem néztem meg, mert olyan hang volt rá téve a főszereplőre, azt hittem megőrülök, mondom, ilyen hang nem jelent ki belőle, és akkor nem, úgyhogy, vagy pedig ugyanez a három hang van. Na, de melyik volt a kedvenc? Volt olyan, amit nagyon szeretted? Hát én nagyon, én a nagy szerepeimet, tehát azt mondom, hogy például volt egy 20 éves Háború és béke, amiben volt egy fiatal tehetséges színész, úgy hívták, ő volt Pierre Bezó, Anthony Hopkinsnak hívták. Akkor például Deriket csináltunk a Szabótól a 170 rész körülbelül a Fitzwepperrel meg a Horstapperrel. Aztán az a könnyű azonosulni egyébként ilyenkor? Hát egy idő múlva a Deriket, ez már könnyű, mert meg sem néztük az eredetit. Mert tudta, hogy ki a gyilkos. Álmomban. Ja, nem úgy értem, hogy már nem annyira rajta volt az ember, persze. már hogy nem kellett nagyon megnézni. De a rajzfilmeknél mondta, hogy ugye volt a Brekkencs, azt emlékszem, Hama Márton Andrés Gálvölgyi volt. Rajzfilmnél egy volt a lényeges, hogy az ember korán érkezzen. Mert a későn kezdett, mondjuk 8 óra 5-kor, addig már foglaltak voltak a hangok, tehát a rajzfilm. És akkor yes. tudom, hogy megnéztük a három figurát, igen. azt mondta, ha van, főnyomta, meg volt az ő hangja, Márton Andrés nem tudott mit kezdeni, én meg azt mondta,
Ez lett, és akkor így született a nagy, a zseniális nagy műve. Majd beszélhettem én tudatosságról, vagy spontanitásról. Hát ez azt mondjuk éppen, de ehhez nagyon kellett tudni a szak, kell tudni a szakmát, ezért legyünk őszinték. És a leszínű még egy van, hogy ott előre rajzolták, tehát hát én a VUK-tól kezdve mindenben benne voltam, tehát később rajzolták ránk. Dargai Attila megmutatta, hogy így fog kinézni a te figurád, és akkor fölvettük a dialog, tehát a szövegeket, és aztán utána a felvett szövegre rajzolták rá a száját, tehát ott fordítva készültek a dolgok. Ezek zseniális alkotások voltak. Igen, és na, hát ez egy világtehetséges csapat volt, úgyhogy... A műsor vége felé egyébként minden vendégemtől meg szoktam kérdezni, ami a műsorhoz kapcsolódik, de még mielőtt erre rátérünk, ugye ennek a műsornak az a szlogenje, hogy bátran, őszintén, önkritikusan. Hogy lehet ma bátran, őszintén, önkritikusan élni bele a nagyvilágba? Hogy tényleg bátorság, amikor azt mondja az ember, hogy őszintén és önkritikusan nyilvánul meg, ez azért gondoltam, hogy még erről beszéljünk egy kicsit, mert szerintem az, aki parodizál, aki ilyen dolgokat csinál, az mindenképp kell, hogy önkritikusságot mutasson ugye a paródia révén, és az is egyfajta bátorság, hogy ezeket egymás elé merjük tenni. És ma nagyon sokan arra panaszkodnak, hogy bizonyos értelemben már megszűnt a humor, mert nem lehet, mert szétszedi vagy a közösségi média, vagy a politika, de hogy gyakorlatilag visszafolytja azoknak az embereknek is a kreativitását, akikben a humor ilyen módon megjelent. Hát most belesétáltunk egy utcába, de ha bementünk, nem akkor baj, ott vagyunk. Régebben nekem például életem egyik nagy botra, életemben, most ilyen hangzik, hát bár ilyen lenne. Például Rózsa György kapcsoltam. Vagy például Árkus József által írt a Rabszolgasorsban Izaura. Amiért én olyan, de több száz levelet, ilyen szoktak mondani fiatal, igen, tehát hőszerepes kollégák, hogy jöttek aztán, igen, a levelek. Tényleg több száz levél érkezett, nem lakásra, televízióba, ahol leírták például Izaura kapcsán, hogy kéne minket kivégezni az Árkussal, melyik villanyoszlopra kéne fölakasztani, hogy kéne levágni bizonyos szerveinket, nem tudom én mi. Rózsa György kapcsán kaptam leveleket, hogy tudják, hogy a lányaim melyik obodába járnak, tudják, hogy mikor visszük a lányokat, mikor jönnek a lányok, elkapják, kiírtják őket. Most ez egy 100 fős dolog volt, Rózsa György meg Izaura ilyen indulatokat váltott ki. Én elkészítettem egy paródiát, azóta címe Julianus barát. Ez egy kegyetlen rossz film volt, akinek vállalom a véleményemet. Én úgy készült a paródia, nagyon röviden mondom, hogy a nejem fölvette, tehát ugye játszottam esteként, és mindig Snellben vagy meg, és láttam, hogy a Julianus barát Hirtling Pista rohangál le föl. Hát mondom, akkor ebből legyen egy jelvegyi showban, ez legyen 5-ször, vagy 3-as, mert ilyen barátszámok, 3-5-7 páratlanok. Igen. Mondom, Hirtling Gálvölgyi átszalad ezen a izén, és kérjük Julianusba, hát 6778. rész, ennyi volt. De a vége az volt a Julianus barátnak, az eredetinek, hogy a Hirtling Julianus barát felugrott, azt mondta, magyarok, megtaláltam. Gondolom az ős az át, nem tudom én mit. Na most ez paródia elkészült, a Hirtlingnek akkor volt egy reklámja, a Maurézi, nem tudom, emlékszik rá, ő hirdette, és amikor átültünk, írtuk, mondtuk, jelenleg az, hogy magyarok, megtaláltam, ejtsük vissza, úgymond a Hirtlinget, vegyem fel egy Maurézit, hogy megtaláltam. Hát mégis paródia. Azt mondták, ember nem tudja, mi ez a Maurész. De mondom, minden este megy, jó. Akkor mondom, mit találhat a Gálvegyi Julianus barát? Találjon egy kulcsot. Nyisson ki valamit, legyen ott valahol egy budi. Akkor de ma ott van, menjen be, és a budi robbanjon föl. Na most, elindult egy olyan hadjárat ellenem, még akkor nem volt nagyon internet, hogy Magyarország első számú közellensége olyanokat magyaráztak bele, hogy ezt nem tudom elmondani. Volt más ügyben, nem miattam, volt tüntetés a televíziónál, ahol mondták, hogy ki kell dobni engem az ablakon, a hangkis eleme. És ezt csak azt vettem észre, hogy a régi partizán, akinek azt mondták, vigye át, Géz ezt a borítékot, és akkor nem tudtam, hogy izé van benne. Én röpcédulák átvittem, és partizán lettem. Olyat kaptam én a pofámra, hogy én vagyok a hangkis elemér, az SZD. És jöttem, mondom, de hát én csak azt akartam, hogy magyarok robbanj. És akkor az embert elkezdik berakni egy. Akkor jött egy televízió műsor, amikor az embert berakták egy fakba, heti hetes. Azt föltételezni sem tudják nagyon sokan, ahogy Darvas Iván mondta, hogy vannak emberek, nem tudják elképzelni, hogy a szájukban nyelv csak egy helyen lehet a szájukban. Mindig kell találni valamit, ahova be tudják dugni. Nem tudják elképzelni, hogy én semmilyen pártnak nem vagyok a tagja, ma sem, holnap sem. Azért sem lehet, mert nem mondhatnám egyikre azt, hogy hülye, mert nem illene. Na, visszatérek azért az alapkérdésre. Az embert berakják egy fakba, azt mondják, ez ilyen, és akkor azzal már nincs gond. Azt már lehet. Visszatérve, hogy lehet-e bátran őszintén. Én szerintem, ha az embernek véleménye van,
én soha más véleményét nem mondtam, és most is a sajátomat mondom, ezen meg szoktak lepődni. De valóban, amikor büszkén lehet vállalni egy bizonyos oldalt, és azt lehet mondani, hogy aj, mi vagyunk a nem, és a másik oldal meg dögöljön meg, akkor a másik oldal, aki döglésre van ítélve, elgondolkodik, hogy ki merjem én, hát azért a gyerek is az iskolában, meg a feleségem, meg a munkahelyem, nem tudom én mi, és akkor azt mondom, hogy lehet, kérdezek így vissza nagy tisztelettel, hogy lehet bátornak őszintének lenni. Van, akinek van vesztenivalója. Az, hogy a Rózsa Gyurin lehetett fölháborodni, meg nem tudom, viccelni a Rózsa Gyurikkal, ezekkel a senkikkel, nagyon idézőbe teszem, hát ezek kik voltak senki. De ma már viccelődni nem tudom kivel. És amikor azt mondják, és dühít, amikor azt mondják, hogy a Komlós és a Hofi levezető csatorna meg szelep volt. Hát ők nem voltak hülyék, hát most lehet azt, hogy az Erzsébet királynőnek, nem tudom, lyukas a hónalja. Hát ezt ilyet normális angol humorista ilyet nem mond. Hát ezt mindig tudjuk, hogy kit nem lehet. Én soha testi hibával, nedvekkel, nem tudom mivel, hát az embernek van egy nem önkontrollja, hanem ezzel indultunk el. Van egy önmérséklete, hogy mit lehet, mit illik, mit nem illik. Igen, mert hogy itt beszélgettünk az emberi méltóságról, szerintem itt valahol ott húzódik meg a határ, hogy hát humor létezik, egymás kifigurázása is létezik, addig a mértékig, amíg ez azt a fajta emberi méltóságát nem lépi át, vagy nem lépi túl. De az való igaz, hogy rossz lesz, hogyha kikopik az a fajta humor is, ez a fajta egymáson való viccelődés, mert az valahogy része az ember életének, és valljuk meg őszintén, hogy bizonyos értelemben tükröt mutat, és rossz az, aki rosszra gondol, de ezekben lehet sokszor olvasni is, és konkrétan például a Rózsa Gyuri paródia, vagy a többi, amiket most felsorolt, hát azok független a 100 levéltől, ahol nem tudom, miket írtak benne, azért azok szórakoztattak, őszinték voltak, nem hiszem, hogy megbántottak volna azok, akikről ezek születtek. Ők nem. Hát akinek esze van, vagy nem tudom én mi, ezt fölfogta, mert Rózsa Gyurikkel a mai napig, hát most nagyon megfognak engem után. Addig legjobb barátom, két sarokkal lejjebb lakik. Komolyan? Hát úgy, az a vízivása szerintem mindenkinek de beugrik. De azt a Rózsa Gyuri fölfogta, hogy népszerűvé tette őt. De hogy mondjam, de belemagyaráznak mindenben mindenfélét, és azzal az ember már nem tud mit kezdeni. Világos. De van, amikor egy jelenségről csinál az ember paródiát, abba is belemagyaráznak mindenfélét. Úgyhogy én nekem hál' Istennek föl vagyok mentve, mert paródiát nincs is kiről, nincs is miről csinálni. De lenne kedve egyébként? Most nem, már nem. Hát kiről, mondja ne, meg, igen, ki, igen. Hogy kiről. Hát. Nem, és akkor itt még említettem a fiatal, úgy fiatal, hát ezt a stand-up műfajt, igen, ami igen, megy, igen. Hogy az például János néha nyomon követi, vagy bele-bele hallgat? Bele-bele, én egyet tartok ott, aki, igen? Most kénytelen meg nevet mondani, hát a stand-up az a Nagy Endrétől, ezt már ezért én már kikaptam, hát mi az, hogy stand-up, kiáll valaki? Régen úgy hívták, hogy konferencia, aki hosszabban mondta, hogy következik kis Jakab Nóta énekes, előtte mondott egy viccet, az már egy stand-up volt. Hogyne. A Nagy Endre stand-up volt, a Hofi Géza stand-up volt. Hát minden stand-up, most így, mert szeretünk mindent a angolosom, az elegáns stand-upnak. Ha nekem az a stand-upos a nagymamájáról beszél meg arról, hogy elrontotta a gyomrát, az engem mélyen nem ér. Azt tartsa meg a barátainak. Körmendi mondta, hogy a régen a tábortűz, amikor a második nap már fölállt, már repült a húsánk. Ha valamiről szól, és úgy megyek, hogy két nap hova, hú, mit mondott a Bödöcs Tibor, akkor azt mondom, ez igen, ez nekem már mondott valamit. Tehát, hogyha valamit meg kell mozdítani valakiben, hát beszélni bele hülyeséget, de mert bemegy egy jobb kocsmába, ott van egy fél részek pali, a YouTube-on lehet látni ilyen részeg embereket, visítva lehet röhögni rajta. De hát azok akkor nem stand-up művészek. Igen. Nem, vannak kivételek, itt a Bödös Tibor, akit én nagyon kedvelek, úgyhogy, mert ő mond is valamit. Ha Hofi Géza élni, akkor lenne még bármilyen, amit mondana? Lenne, mert lenne, egy különleges kapcsolat volt egyébként, ugye? Igen, de hát a Géza szeme, de hát a Géza iskolája, ugye a Komlós Marton féle iskola, de hát a Hofi pontosan tudta, hogy meddig lehet elmenni. Bizony. Mert pont a napokban mondta valaki, hogy mennyire érdekes, hogy azt is a mai napig vissza tudjuk idézni, meg emlegetjük. Igen, tehát, igen, hogy az is igen, milyen... és timmelnek dolgok, igen. Na hát ez a stand-up. Ez a stand-up. Hát a Géza, aki innen Debrecen indult el. Úgyhogy ez a stand-up igazán. Mert nekem a Hofi például nagyon-nagyon hiányzik néha. Én ha nagyon magam alatt vagyok, vagy rám jön a depresszió, én szoktam Gézát nézni. Ma nagyon kevés van bele. Királyi televízióban azt mondják, nem nincs, hát szóval, hogy ezt nem is lehet leadni, mert hát nem. Igen, nem. Azt is egyébként én még láttam, vagy a Facebookon, vagy ilyen közösségi felületeken, hogy van egy ilyen oldal, és akkor ott lehet hallgatni ezeket a már felvetve rögzített hallgatni műsorait. Lehet
CD-jeit. Neked igen. Meg lehet kapni CD-n, de hát ugye nagyon sok nagyon kevés lett vele fölvéve. Most azért hadd mondjam, nem csak a televízió hibája volt, a Géza sem adta. Aha. És a Gézának a nagy mondása valamelyik nap jutott eszembe, mert van nekem egy önálló estem, hogy azt mondta Géza, hogyha régen kitaláltam valamit, ezt tudtam mondani fél évig. És ő közel lakott az Anker köz a madárskamarához kb. 3 méter, azt mondta Géza, megnézem a híradót, mire beérek ide. Már nem aktuális. Tehát most olyan gyorsan változnak a dolgok, hogy nagy. Mert kitalál egy jó poént, akkor már fél perc már nem igaz. Na szóval, hogy elrepült itt lassan ez az egy óra. Ugye, egy utolsó kérdést, ami a műsor címéhez kapcsolódik, ami ugye apamonta.hu, hogy bármi olyan történet, élmény eszébe jut a Jánosnak, ami nagyapától vagy édesapjától van, amiről azt érezte, hogy dolgozott benne, vagy egy-egy döntésnél, vagy nehéz pillanatban működött, vagy beugrott. Az jut eszembe mindig, hogy amikor elromlik a villany, vagy nem tudom én mi, akkor az én apukám, aki mondom tisztviselő volt, meg énekelt is kórusban, például az, hogy én nem akartam kórustag lenni soha, tehát ezt nem tudtam elképzelni. Emlékszem, hogy Kodály évforduló volt a Zeneakadémián, papám a Vasas kórusban énekelt, de hát gyerekszemmel emlékszem rá, hogy ugye egy kórusban, nem tudom, 40-50 tagú férfi kórus volt, hogy vonultak be, ugye bevonultak, megálltak, lassan rendeződtek, bejöttek karmester, és anyukámmal kerestük apukámat, és akkor ott van apukám, de már addig a vége volt a dalnapán, mentek le. És, na most ez megmaradt bennem, szegény apám emlékét nem akarnám megbántani, hogy ezt én nem. Tehát kórusban én nem. Ne. És visszatérve, ő mindent meg tudott szerelni, villanyt tudott szerelni, nadrágot tudott varni, cipőt tudott foltozni, mindent tudott, és mindig azt mondta, állj itt mellettem, és nézd, hogy mit csinálok. És álltam mellette, és tudom, hogy amikor nem nézett oda, én oda nem néztem, mert engem mélyen nem érdekelt. És néha gondolok arra, amikor egy 2 hónapig kell várni egy villanyszerelő, hogy megcsinálj egy dugajt, hogy milyen jó lenne, figyeltem volna apámra, de én nem figyeltem. Aztán eszembe jut apósom, aki azt mondta, fiam, legyen mindig annyi pénzed, hogy egy szakembert meg tudják fizetni. És akkor ez is egy mondás. Ez a kettő áll szembe. A lényeg, hogy nem jön a villanyszerelő. Köszönöm szépen, Gábor, hogy nagyon szépen, köszönöm, én is nagyon kellemes volt. Beszélgetést, tehát sok érdekes témáról is beszélgettünk, valójában ez lehet, hogy a hallgatók azt vettek, hogy most Gábor Jánossal beszélgetek, akkor mi csak nevetgélni fogunk, de hát én mindig keresem azt az embert is a beszélgető partnereim mögött, akik mindig ott vannak. Hát sok okosat szerintem... nem tudtam üzenni. De nem? Úgy érzi, János? Nem az ember ilyenkor szeretem olyan nagy mély dolgot. Nem kell. Nem tudok semmiért mondani. De nem mély dolgot kell mondani, hanem azt, ami bennünk van, és ugye az meg egy ennyi volt benne. Az, hogy kiben, hogy csapódik le a másik oldalon, az a kérdés. Torsú dolog, hogy Jánost hol lehet most látni, hogyha valaki színházban szeretné. Konkrétan, van nekem a Rózsavölgyi, ugye, ahol én játszom. Ez Budapesten a Rózsavölgyi szalon, igen. Rózsavölgyi szalon, elnézést kell, igen, Végszó című darabot. Aztán van a játékszínen, ahol van egy darabom. Marshall 56 című darabban játszom, és ezen kívül van nekem egy önálló estem, amivel voltam, hát most egy picit hadnagy kép, voltam London, Dublin, és van egy svájci meghívásom, amit csak repülni nem akarnék, mert most. Nem most, hanem egyáltalán. Olyan volt a visszaútunk, Kozban, Szutyokban, Mocsokban, majdnem mi toltuk a gépet, vagy azt mondtam, hogy akkor inkább kocsi. Lényeg az, hogy ez van nekem konkrétan, de ez bőven elég, és ha minden igaz, ami még nem is publikus, hogy folytatódik a forgatás majd. A Keresztlány. Igen, márciustól. Ez meg akartam nyugtatni a hallgatókat, meg az én keresztlányomat, ugye, hogy azért abba fogjuk le. Tehát azért ez egy olyan elfoglaltság a forgatások mellett, ami úgy van, hogy reggel 7-től fél 7-ig, úgyhogy szóval az nagyon össze kell egyeztetni. Az mikor folytatódik egyébként? Ez? Már a forgatás. Úgy néz ki, hogy március közepétől. És akkor azokat az évadokat látjuk később, nem? Igen. Most leforgatott meg éppen. Igen. Köszönöm szépen, János, nagyon még egyszer a beszélgetést. Köszönöm szépen az FM 90 Campus Rádió hallgatóinak is a figyelmet, akik előző adásaink tartalmaira kíváncsiak. A www.apamonta.hu című weboldalon vagy YouTube csatornánkon visszahallgathatja ezeket az adásokat. Kövessék továbbra is az FM 90 Campus Rádió műsorait. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Porkoláb Gyöngyi. Ez volt az apamonta.hu, az FM 90 Campus Rádió önkritikus, őszinte férfias magazinja. Találkozunk jövő héten is, ugyanekkor ugyanitt.